Bravo, bravo, komm nochmal, komm investieren. Most pedig következzenek az összeállítások, kezdjük az Esziek csapatával, Esziek introduce the lineup of NK Osijek. 12-essel, number 12, Franco Kolic. 2-essel, number 2, Carlos Sanchez. 3-assal, number 3, Peda Marodi. 6-assal, number 6, Luka Prinyak. 13-assal, number 13, Leon Markovic. 14-essel, number 14, Josip Ruica. 15-essel, number 15, Carlo Ulm. 16-ossal, number 16, Marko Milosevic. 18-ossal, number 18, Tim Kupressa. 19-essel, number 19, Luka Lisnic. 20-ossal, number 20, Luka Milosevic. Cserék, substitution. 1-essel, number 1, Filip Kovacevic. 4-essel, number 4, Mihail Jozic. 5-ossal, number 5, Filip Mekic. 7-essel, number 7, Boris Galusic. 8-assal, number 8, Petar Tankovic, 9-essel, number 9, Luka Brástete, 10-essel, number 10, Antonio Ivandic, 11-essel, number 11, Dejan Radosevic, és 17-essel, number 17, Matej Ingernagy. Vezetőedző, head coach, Tomislav Radotic. Bayern München, 18-assal, number 18, Ilyen Baraka, 2-essel, number 2, Sehan Yigi. 5-ossal, number 5, Justin Janice. 7-ossal, number 7, Giancarlo Lore. 11-ossal, number 11, Nick Salihamidzic. 12-ossal, number 12, Gibril Jokam. 13-ossal, number 13, Franz Kretzi. 15-ossal, number 15, Lance Aitamer. 16-ossal, number 16, Eid Aydin. 17-essel, number 17, Yusuf Kabadayi. 19-essel, number 19, Ibrahim Madogu. Cserék, substitution. 3-ossal, number 3, Brandon Happy-Monte. 4-essel, number 4, Dominik Ayerhammer. 9-essel, number 9, William Bapur. 14-essel, number 14, Rafael Pfizer. 20-ossal, number 20, Pepe Brecknell, és 21-essel, number 21, Grant Mamedova. Vezetőedző, head coach, Dani Schwartz. Referees, játékvezető, Szilágyi Sándor, Derekán Péter, Horváth Róbert, és Weitzer Roland. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk, have fun!
Üdvözlöm a kedves nézőket, kezdődik a 12. Puskás Suzuki Kupa 4. napja. Most délután a nyitó mérkőzésen a Bayern München az Eszékkel fog játszani, amely számunkra, a Puskás Akadémia számára is fontos téttel bír, hiszen ha az Eszék megnyeri ezt az összecsapást, akkor a horvátok jutnak a döntőbe. De amennyiben a Bayern München legyőzi az eszékieket, vagy döntetlen játszik velük, akkor a záró mérkőzésen a Panathinaikos elleni találkozónkon fog majd eldőlni, hogy ki is kerül a döntőbe. Ismerkedjünk is meg a délután főszereplőivel, kezdjük a sort az eszékiekkel. 12-essel a kapuban Franco Kolic, 2-essel Carlo Sencsár, 3-assal Peda Marodi, 6-ossal Luka Prnjak, 13-assal Leon Markovic, 14-essel Josip Ujica, a csapatkapitány, 15-össel Carlo Ulm, 16-ossal Marko Milosevic, 18-assal Tin Kupresak, 19-essel Luka Lisnic és 20-assal Luka Mrsic. Ez tehát az eszékiek kezdőcsapata. A horvát klub trénere Tomislav Radotic. A német együttes a következő kezdő 11-ben áll fel. 18-assal a kapuban Lian Barakat, 2-essel Sejan Jigit, 5-össel Justin Janicek, 7-essel Giancarlo Lore, 11-essel Nick Salihamidzic, 12-essel Zsibri Dzsukám, 13-assal Franz Krecig, 15-össel Younes Aytamer, 16-ossal Eyüp Haydin, 17-essel Yusuf Kabadai és 19-essel Ibrahim Madogu. A német együttes vezetőedzője Dani Schwarz, a találkozó ma játékvezetője Szilágyi Sándor, asszisztensei Berettyán Péter és Horváth Robert, tartalék játékvezető Pejcer Roland. Megismerkedtünk tehát a főszereplőkkel, innentől koncentrálhatunk a mérkőzésre. Pirosban, hagyományos szerelésében a Bayern München, még az eszékiek kékben futballoznak. Már csak Szilágyi sportás jelzésére várunk, és indulhat a 4. nap itt a Puskás Suzuki Kupán. Ebben a pillanatban elindult a találkozó. Krecig, Janicek, Krecig, Barakat, Jigit. Indítás Madogu felé. Labdát szereznek a horvátok. De már is a Bayernnél a labda. De rossz passz a csapatkapitánytól. Markovic elvették tőle. Jigit. Janicek, Jigit. Bayern München a miénk ellen kezdett Pancho Arénában. A nyitó mérkőzésen 3-0-ás vereséget szenvedtek a miéinktől. Gól nélküli első játékrész után Komáromi György fejesével kerültünk előnybe, majd Wiesler László volt eredményes büntetőből, és a találkozó legvégén Fücsi Toni is betalált. Köztünk 3-0-ra a Bayern ellen. Ezután a németek meg pihenő nap következett, majd tegnap nap zárásaként görög Panathinaikos ellen futballoztak egy jó mérkőzésen. 2-0-ra is vezetett már a Bayern, azonban a
görögök egyenlíteni tudtak, így 2-2-es döntetlen született. Bayern Münchennek tehát már matematikai esélye sincsen, hogy bejusson a Puskás Suzuki Kupa fináléjába. Bajoroknak ez a harmadik megmérettetése, de még éremért sem tudtak játszani. Legjobb helyezésük egy 5. hely volt eddig. Még itt kezében a labda. Krecig. Hossza passz. Az első két percben többet birtokolja a labdát a Bajor együttes, de közben egy remek indítás a horvátoktól. Védett a német hálóőr Barakat, de még nem múlt el a veszély. Ulm. Mrisic. Marodi, szép csel. Marodi három ember mellett, a harmadikon már nem jutott át. Krecig. Mrisic. Milosevic. Ulm. Ulm. Középre passzol. Visszakerül a horvátokhoz. Jön is egy lövés, de ezt fogja a kapus. Az első két lövés. Az Eszéki alakulat nevéhez fűződik. Gyukám. Kabaldai. Krecig. Janicek. Jigit. Lore. Német bedobás következik majd. Az Eszéki csapat szintén az első napon pályára lépett már. 2-0-ra adtak ki a görög Panathinaikosztól. Különösen sem volt a kékmezes alakulatnak. Majd talán kisebb meglepetésre mondhatom, hogy 1-0-ra legyőzték a mieinket. Kontratámadásból szereztek gólt, és hiába támadtunk jóval többet, mint a horvátok, sajnos 1-0-ra kikaptunk. Hozzátartozik, hogy a jelenleg kispadon helyet foglaló Filip Kovácsevics, aki az U17-es horvát válogatott első számú kapusa, parádésan védett. 4-5 hatalmas bravúrt is bemutatott, tulajdonképpen neki is köszönhető, vagy neki köszönhető az, hogy az Eszéki csapat legyőzte a mieinket. Ezért is bír téttel ez a találkozó számunkra, hiszen még egyszer mondom, az Eszéki csapat itt begyűjti a 3 pontot, akkor függetlenül a délután 5 órási mérkőzéstől ők jutottak be a döntőbe. Így tehát az Eszék szurkolóktól elnézést kérve, talán most egy picit jobban szorítunk a Bayern Münchennek. Marodi, Sencsár, Jigit fedezi a labdát. Jigit, szabálytalankodott Markovics. Szintén nincs ott a kezdőcsapatban Filip Mekić, aki ellenünk szerezte a 3 pontot érő találatot. Forgatja a csapatot a horvát mester is, de hát egy ilyen tornán, amikor tulajdonképpen nincs is idő pihenésre, fontos is. 20-fős keretekkel érkeztek az együttesek, kivéve a Bayern Münchent, akik sérülésekkel és betegségekkel is küzdöttek a tornát megelőzően. Tekner. Ja, super, Csicsi! Csak már, ez jó cikima! Dobhatnak az Eszékiek. Janicek fejelte ki a landát, és ha már Eszék, akkor innen, Justin! Érdemes megemlíteni, hogy tegnap
Horvátország eszéken győzött 2-1 a Velsz ellen. A Modicek 2-0-ra is vezettek már. Egész építettek csak az eszék otthonában, az eszék stadionjában a velsziek. Mindez azért is érdekes, hiszen ez a két válogatott velünk szerepel a magyar válogatottal egy selejtezős csoportban. Tegnap a miénk Azerbajdzsánban győztek 3-1-re. A harmadik magyar találatot egykori akadémistánk, a jelenleg éppen eszéken futballozó Kleinhessler László készítette elő. Ugye Horvátországot 2-1-re vertük a Grupa Arénában 3 hónapja. Holnap után pedig majd a velszi csapatot fogadjuk. Olyan szupersztárok futballoznak a velszi színekben, mint a Real Madrid játékosa Gerard Bale. Az sem lesz egy egyszerű mérkőzés válogatottunk számára, de bizakodóak vagyunk. Ennyi tehát a magyar-horvát kapcsolatokról. Mrsić elpasszolta magát. Madogu. Lopkolták a beadást a horvátok, akik ugyanúgy futballoznak, mint az első, illetve a második találkozójukon, visszaállnak és a kontrákra építenek. Dzsukam. Kabadai. Krecig. Dzsukam. Középre adja. Sajnos elcsúszott a német támadó. Janicek. Krecig. Dzsukam. Kom, szép cselek. Csapatkapitány jobbra passzol, közben visszaértek a bajor védők. Átléptünk a 10. percbe, szabálytalanság miatt jár majd kifelé szabadrugás, hiába szerzett labdát Vujča. Hol vagyunk az első 9 percen. Igazi nagy helyzetet még nem láthattunk. Két kapura lövési kísérletet jegyezhettünk fel az eszékiektől. Janicek, Krecig. Krecig. Jigit. Hajtamer. Szabályosan állították meg. Két kemény becsúszás, egyiket sem látta a játékvezető szabálytalannak. Pirosak jöhetnek. A futballbarátok számára a Salihamidzic név biztosan ismerősen cseng. Nem tévedés, 11-esben a bajorok játékosa Nik Salihamidzic, annak a Salihamidzicnak a fia, aki jelenleg a Bayern München sportigazgatója és egykori játékosa. Hasan Salihamidzic játszott a Hamburgban, a Bayern Münchenben, a Juventusban és a Wolfsburgban is. 46-szor szerepelt a válogatottban. 4-szer nyert német kupát, 5-szer nyert német bajnokságot, 2001-ben bajnokok ligáját és világkupát is nyert. Közben egy újabb lövés az eszéki csapattól a 12. percben. Megtornáztatják Kolicsot, Franko Kolicsot, aki egyenlőre jól vizsgázik.
Folytatódik a kánikula. Nem könnyíti meg a csapatok dolgát. Ezben a beadásnál már kikanyarodott a labda, úgyhogy jöhetnek a bajorok kirúgása. Tehát nem csak Nik Salihamidzic az, aki remek futball felmenőkkel rendelkezik. Puskás Suzuki kupán pályára lépett, például Zinedine Zidane fia is, Enzo Zidane, aki nem futott be akkora karriert, mint édesapja. Jelenleg a spanyol másodosztályban futballozik. Ismerősök csengő nevek már megfordultak itt akadémiánkban a Puskás Suzuki kupák történetében. Jukám harcol ki közben egy szögletet. Nem sietnek a bajorok. 13. percben járunk, továbbra is gól nélküli a mérkőzés. Kis szöglet, Krecig. Kifejelték a védők. Krecig pedig nem hagyja, hogy kimenjen bedobásra. Ez a 10. mérkőzés itt a 12. Puskás Suzuki kupán, és tegnap igazán gólgazdag mérkőzéseket láthattunk. A Hagyi Akadémia 2-1-re verte a Real Madridot, utána a Budapest Honvéd 2-0-ról tudott fordítani és győzött 3-2-re a Flamengo ellen. Még az utolsó mérkőzésen a Bayern München 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosszal. Úgy vélem, hogy ez remek gólarány. Csukám. Janicek. Jigit. Kis szerencsével, de jó volt a keresztlabda. Aitamer átjött ide a bal oldalra. Dzsukám kapja a labdát, megcsinálja a cselt, aztán középre teszi. Tudod bólintani a német center, de igazán sikerült veszélyesre ez a fejes. Kolicsnak biztosan nem emelkedett meg a pulzus száma. Szabályok értelmében pont azonosság esetén az egymás elleni eredmény számít, ez követően a gólkülönbség, majd a több rúgott gól, végül pedig sorsolással döntenek a helyezésekről. Idén először nincsenek büntetők a Puskás Suzuki kupán. Legalábbis mióta csoportmérkőzések vannak, hiszen 2008-ban még az első viadalon 4 csapat vett részt, azóta pedig már 8 együttes teszi tiszteletét ezen a tornán. Tavaly volt az első ilyen viadal, idén ez már a második alkalom, hogy 8 klub képviselteti magát. Most a harmadik bajor szöglet. Gyorsan el is végezték a kis szögletet. Upresakról ment ki a labda. Ulm. Losevic. Nem okozott gondot Kolicsnak. Először lép pályára a horvát kapus a tornán. Korábban már szerepelt egy horvát együttes a Puskás Suzuki kupákon, a Dinamo Zagreb. Az Eszékiek tehát a második horvát csapat, amely részt vesz ezen a tornán. Dinamo Zagreb 2014-ben miénktől kikaptak az első meccsen 2-1-re, még Sallai Roland duplázott tőlünk. Ez sem most volt. Majd 5-0-ra verték a Panathinaikost. A meccsen pedig maga biztosan 3-0-ra honvédott.
harmadik helyen zárták a tornát. Szabad rúgás lesz közben a bajoroknak. Abból az együttesből Bruna Sosa a legismertebb név, vagy az a játékos, aki a legnagyobb karriert futotta be. Mindezt ligában játszik a Stuttgart játékosa, és most már többször is magára ölthette a horvát csapat, a horvát válogatott címeres mezét. Tavaly nyáron váltott klubot 6 millió euróért, tehát a Dinamo Zagreb műhelyét ismerjük. Nála nagyobb játékosok is kerültek már ki onnan, ha csak Luka Modricra gondolunk az aktuális aranylabdásra. Nézzük a bajorok szabadrúgását, kapura is lövik, de ez újfán nem okozott gondot Kolicsnak. Kujcsa, Markovic, Dzsukam állította meg, Krecik, Lore, jó az indítás, sincs Leszlőr, Kabadai, szép védés. Lore. Aydin igazítja meg a labdát. Ezt közép lehet tekerni. Senkinek, csak Kolicz kapusnak. Aztán kontráznának is az eszékiek. Salihamidzic, aki édesapjával ellentétben védőt játszik. Markovic, Marodi, Sencsár. Kolicz. Markovic és Dzsukam párharcából, Dzsukam kerül ki győztesen. Hosszú találza el a labdát a német hálóőr, Dzsukam. Jenicek előre. Mrisic. Mrisic. Blokkolták a lövési kísérletet. Mrisic. 20. percben járunk, továbbra is gól nélkül. Még egyszer mondom, számunkra, a Puskás Akadémia számára ez egy kiváló eredmény lenne. Rönnyek beadása után tovább csúsztatta a társ, Kupresak. Kupresak. Végül is kioszta ebből a szituációból a maximumot. A horvátok első pontrúgása következik majd, sarokrúgása. De közben lemaradt egy játékos a földön. Markovic maradt lent, miatt nem is lehet elvégezni gyorsan a szögletet. A játékvezető megnézi, jobban van-e a horvát játékos. Aztán lehívja az orvosi személyzetet. Kabadai is kijött ide frissítőért. Nagyon meleg van. Cserél az eszék csapata, elhagyja a pályát a 13-as számú Leon Markovic, és érkezik a helyére a 11-esen. És nem is tudja folytatni 13-asban Leon Markovic. 11-essel Dejan Radosevic veszi majd át a helyét. Hát komolyabb, mint ahogy elsőre tűnt ez a dolog. Ezúton is jó bulást kívánunk a fiatal játékosnak. Lássuk a szögletet.
Barakát fogja maga biztosan. Higit kapja. Krecig. Gyukám. Krecig. Kabadai. Kabadait egyelőre nem tudják megállítani. Kabadai már a 16-oson belül. Jó centerezett középre, és egy hatalmas gól megszerzi a vezetést a Bayern München a 23. percben. 19-essel Ibrahim Madogu eredményes. Yusuf Kabadai remekül ment el a bal oldalon. Nem tudták feltartóztatni. Nagyszerűen passzolt a társhoz, aki pedig hatalmas gólt ragasztott az eszéki kapuba. A 23. percben számunkra remekül alakul a találkozó, hiszen vezet a Bayern München. A gólszerzőnek talán ez volt a második labdaérintés eddig a mérkőzésen, tehát soha rosszabb statisztikát. Prinyák, Milosevic, innentől kezdve az eszéknek fel kell adni ezt a bunker futballt. Nincs a balán! 7 perc van még vissza az első fél időből, és egy újabb eszéki játékos marad a földön. Prinyákat keresték a társak, de ez tényleg csak arra volt jó, hogy kirúgással jöhessen a Bayern München, és egy újabb perc elteljen. Janicek, Igit. Janicek. Igit. Janicek, német középhátvédek egymás között. Tessék megnézni, az eszékiek nem is nagyon akarnak letámadni. Janicek. Jore. Madogu. Sencsár. Ez kész volt szerintem. Játékvezető engedi tovább, Jigit. Salihamidzsics, Aytamer, Salihamidzsics, jó a labdája, legalábbis első ránézésre jobbnak tűnt, Kabadai, Gyukám, Kabadai. Kabadai megpróbálta. Sikerült is eltalálni egy ott a parkolóban. 5 perc van még vissza az első fél időből. Kulics kirúgása után keverheti meg a bajorokat. Nem sikerült neki, Gyukám. Ketten is próbálják letámadni. Kabadai-tól nem pattan el a labda. Bajor dobás. Jussi, einfache Sachen wiederholen. Lass ihn raus! Madogu. Madogu. Kabadai. Jore. Maradi választotta az egyszerű megoldást. 27. percben járunk.
Kabadai, aki már gólpaszt adott, tegnap eredményes volt a Panathinaikos ellen, még a másik gólszerző Mamedov egyenlőre csak a kispadon foglal helyet. Főleg az eszélyeknél mozgolódnak a cserejátékosok, egyet már cseréltek is. Aitamer, Kabadai, Recig, okkolták a lövését. Aitamer, Katufa, szép lövés. Közel volt a második gólhoz a Bayern München. Nem biztos, hogy 2-0-nál eldőlne ez a mérkőzés, hiszen ha kiindulunk a tegnapi Budapest Honvéd Flamengo meccsből, akkor nem szabad semmi sem kijelenteni, de egyelőre nem érzem az eszékben azt az átütő erőt. Szabadrúgás. Vig, Vig, ez volt a Miete. Ez tut ein bisschen weh, aber das ist es. Jigit sétál a labdáért. Nem kapkodja el a dolgot. Ezen a találkozón kívül még két összecsapást rendeznek ma a Puskás Suzuki kupán. Utánunk következik majd a Flamengo Hagyi mérkőzés, Hagyi Akadémia mérkőzés, amely a B csoport első helyezettjéről fog dönteni. És a nap zárásaként a Pancho Arénában a Puskás Akadémia Panathinaikos találkozó. Sok izgalmat tartogat még ez a mai nap. Kabadai ellövi. Láttunk már ennél jobb szabadrúgást is. Prisinyák passzol előre. Kolics. Jó, a tovább csúsztatott labda, de nem tudta megszelidíteni Lisnics. Nagyon el van tűnve ott a horvát center egyedül. Aztán egy újabb játékos marad a földön. Az eszékiek jöhetnek bedobásra, lesz jelzi a játékvezető. Sincsár. Mindjárt. Kolics. Fél perc van vissza a mérkőzés első fél idejéből, nagyjából. Salihamidzs is dobja arrébb a labdát, és fogja elvégezni a szabadrúgást. Madogu. Madogu. 2-0! Madogu megszerzi második találatát is az első fél idő végén. Ezzel pedig a Bayern München két gólos előnnyel vonulhat a szünetre. Érdemes ismét megnézni a találatot. Madogu nem vették komolyan a horvátok, ő pedig köszönte szépen, és egy újabb gyönyörű gólt szerzett. Én átmenetileg búcsúzom, de várunk vissza önöket a második fél időre. Addig is viszont látásra, viszont hallásra. Thank you.
Big Snoop Dogg, my nephew.